Mackó világ címmel nyit kiállítás Észak-Komáromban a Dunamenti Múzeum Zicsi Palota beli épületében. A felnőttek körében is nagyon népszerű tárlatról, Sipos Annával, a kiállítás kurátorával beszélgettünk. Szóda Józsefné, Elt Anna, tokodi nyugalmazott óvópedagógus. 40 évig tokodon volt óvónő, és miután nyugdíjba vonult, akkor a helyi karitás csoportnak a vezetője lett. Úgy jött létre ez a Mackó gyűjtemény, hogy ugye a karitászon belül a gyerekeknek is ajándékoznak többek között plüss állatkákat is, és ugye plüss mackókat is. És miután már a környékbeli gyerekek el voltak látva plüss állatkákkal is, és már úgy nem is nagyon kellett nekik, akkor az Anuska néni kitalálta, hogy mi lenne, hogyha ő elkezdene plüss mackókat gyűjteni, és először csak így félrerakott ilyen, amelyikek úgy tetszettek neki, ilyen szebbeket, és miután megtudták róla a környezetéből, meg a széles környezetből is, meg a szűk környezetből is, hogy ő mackókat gyűjt, elkezdték neki hordani. Valaki a saját megunt mackóját, a gyereke mackóját, amivel már nem játszott, esetleg a régi gyerekkori mackóját nem volt hova raknia. Voltak olyanok, amik megkímélt mackók voltak, voltak, amelyek idősebbek voltak, szakadtak, azokat úgy megvarrogatta, hogyha úgy lehetett. Na és aztán mondom, hogy sokan tudtak már róla, hogy mackókat gyűjt, és akkor valaki elutazott külföldre, akkor hozott neki külföldről mackót, és így addig gyűltek a mackók, amíg mára 2200 darab van a gyűjteményében, és ezekből a mackókból, ebből a gyűjteményből itt a Dunamenti Múzeum Zicsi Palotabeli kiállító termében körülbelül 600 darabot tudunk bemutatni, annyi fér el. Mit kell tudnunk ezekről a mackókról? Milyen mackók vannak itt? Kicsik, nagyok? Vannak itt ugye rajzfilm figurából ismert mackók is. Hogy sikerült ezt így összeválogatni? Hát úgy gondoltuk, hogy talán úgy lenne a legideálisabb bemutatni a gyerekeknek a mackókat, meg a felnőtteknek is, hogy ilyen életképeket alkotunk. Ugye, mivel Anuska néninek egyfajta mackóból több darab is van, kisebbek, nagyobbak, akkor azokat egy helyre raktuk, például ilyenek a Mici mackók, Mici mackó és barátai, vannak pandamacik is például, van karácsonyi tematika, ugye szintén oda ilyen karácsonyi tematikájú mackókat raktunk, akkor amik egyforma macik, például van az énekkar, aztán van ilyen, hogy tiroli törzsasztal. No és aztán a többi mackóból megpróbáltunk kialakítani szintén ilyen életképeket. Óvodát mutatunk be, iskolát, helyi foci csapatot, mert még el kell, hogy mondjam, hogy ugye van ilyen, hogy foci csapat, meg van ilyen, hogy kórház, és akkor próbáltuk úgy, hogy hát csempésztük már be azt, hogy ne legyen csak ilyen általános kórház, hanem legyen például a komáromi kórház. És akkor a komáromi kórháznak a logóját lefényképeztük, és aztán ugye felraktuk a falra, és akkor azt hiszem, hogy az is ilyen megmosolyogtató az embereknek, hogyha látják, hogy a sebesült mackók a komáromi kórház intenzív osztályán fekszenek. Vagy például vannak, azt hiszem, hogy 4 darab focis mackó, azokhoz meg aláírtuk a komáromi KFC foci csapatnak a nevét, és próbáltam szerezni egy KFC sálat, azt meg föléjük raktuk, úgyhogy az is ilyen kicsit megmosolyogtató. És természetesen úgy szerettük volna installálni az egész kiállítást, hogy egyik dolog az, hogy mackókat mutatunk be, és főleg ugye ezekkel a mackókkal a gyerekeket szerettük volna megszólítani, de menet közben kiderült, hogy nem csak a gyerekeket szólítjuk meg, hanem a felnőtteket is. No de visszatérek a gyerekekhez, a mackókon keresztül becsempésztünk gyűjteményi tárgyakat a kiállításba, hogy a mackókon keresztül megismerkedjenek a gyerekek a múzeumi gyűjteményi tárgyakkal, és ezeket a gyűjteményi tárgyakat a Dunamenti Múzeum gyűjteményéből és a Lévai Barsi Múzeum gyűjteményéből szereztük. Láthatók itt mindenféle régi hintalovacskák, akkor etetőszék, sőt még ilyen 40-es évekből származó járóka.
amire rá is kérdeztem, mikor pénteken megnyitunk volt, két embertől, egy kislánytól, és függetlenül tőle, egy óra múlva egy hölgytől, hogy ő szerinte mi lehet az, és azt mondták, hogy roller. Úgyhogy már nem ismerik, mert úgy néz ki szerintük, mint a roller, de régen, 40-es években azzal, annak segítségével tanultak járni a gyerekek. Aztán láthatunk például még itt régi iskolapadot. Az is a 40-es évekből származik körülbelül fából, és nagyon sokan megálltak fölötte, ilyen én korombeliek is, de idősebbek, és mindenki ilyen jóval emlékezett, hogy ők még abban nőttek föl, és ezen keresztül tehát az unokáiknak is meg tudják mutatni, hogy mi volt régen, tehát így is meg tudnak ismerkedni a gyűjteményi tárgyakkal a gyerekek. Tehát egy teljes családi kikapcsolódás a kiállítás megnézése. A múzeum tervezi-e a jövőben a gyűjteménynek a másik feléből is kiállítást? Az Anuska néni nem csak mackókat gyűjt, hanem baba gyűjteménye van neki, porcelán babákat gyűjt, abból is van neki körülbelül 600, úgyhogy ilyenben is gondolkodunk esetleg. Meg én nekem régi álmom retro játékokból kiállítást csinál, úgyhogy remélem egyszer majd létrejön ez is. A Mackó Világ című kiállítást július 2-áig tekinthetik meg az érdeklődők a Dunamenti Múzeum Zicsi palotabeli épületében.